Csináljunk hangpróbát? 1, 2, 3, 4. Mindegy, úgyis azt teszi, amit vesz, igen. Ha én tudtam volna, hogy ezek a székek gurulnak. Igen. Tényleg ott van. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez a rendes péntek reggeli eredményes élettalálkozó. Mindössze a helyszín változott meg. Itt vagyunk Kaposvár szívében, és szeretnék egy pár szót szólni magáról erről a dologról, hogy eredményes élettalálkozó. Ez hajdanán még üzletember találkozó címen futott, és igazából még most is az. Tehát, hogyha valaki vállalkozó, ha valaki üzletember, akkor egész biztos, hogy hasznosnak fogja látni ezeket a gondolatokat. A eredményes élettalálkozó az élet belőle, mert nagyon sokan kezdtetek úgy járni, hogy ilyen furán éreztétek magatok, hogy nem vagyok üzletember, de hasznosnak látom, hogy eljöhetek, bocsánat, tehát, és azt mondtuk, hogy legyen ez egy sokkal befogadóbb dolog, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Isten tényleg használta ezeket az üzeneteket, ezt a minden péntek reggeli összegyűlést, és ez nekem két dologból nyilvánul meg nagyon. Egyik, hogy adott hatalmas férfiakat. Ugye te olyan embereket, akik nélkül ez az egész szolgálat, aminek egy jó része az interneten keresztül történik, nem valósulna meg. Szabó Péter, ugye te voltál az, akitől szerintem az egész elindult. Minden üzenetet fölvett, kiírt CD-re, és odaadogatta a barátainak. Jó, nem mindegyiket, amit hasznosnak láttál. Minden tizediket fölvette, és odaadta a barátainak. És egy ponton azt mondta, hogy ez túl macerás, csak egy weboldalt. És akkor de már minden fölment, és a weboldalt nem csak ő kezdte el használni, meg a barátai, hanem mások is, és a dolog elkezdett így nőni. Aztán a Sós család, akik a hangfelvételeket csinálták Péter után, akkor ugye Szabó Anti bejött egy ponton, és tartotta az Új Világrendről a sorozatot. Akkor Ernő itt van most, és beszél a történelemről, és hát nyilván most utoljára említem, de messze-messze nem utolsó sorban, és még mindannyian, akik hozzátettetek kicsit többet, ámulatos dolog, hogy anélkül, hogy valaki profin megszervezni, anélkül, hogy az a küszködés és az a harcolás ott lenne, valami nő, túlnő azon, aminek gondoltuk, illetve túlnő rajtunk teljes egészében. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez Isten munkája, és ezzel a félelemmel és rettegéssel vagyok itt. Oké, tehát, és nyilván most utoljára említem, de ő volt a legeslegelső, aki igazából a szolgálatnak akár vezetője is lehetne, akinek a tanításai éveken keresztül folyamatosan tartották az egyensúlyt az én gondolataim és Isten gondolatai között, és ez Kaut Gyuri, és ezt az egyensúlyt ma is tartani fogja, úgyhogy ő kezdi a mai reggelt egy bevezetővel. Vagy valami ilyesmivel. Én fogom tartani a laptopot neki, mert nincs pulpitus. Nem kell. Köszönöm. Úgyhogy nem hallom vissza magam. Ja. Oké. Jó reggelt, sziasztok.
összement a számítógépem, úgyhogy elfér a tenyérbe. Oké, hogy tartsuk az egyensúlyt, amiről a Sanyi beszélt, akkor lehet, hogy imádkozhatnánk, jó? Az ilyen vallásos dolgokat azt én szoktam. Ilyen vallásos vagyok. Oké, drága úrunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük ezt a konferenciát, köszönjük azt, hogy te szólsz, te tanítasz, te bátorítasz, építesz minket. Köszönjük a szavakat, amelyek a mennyből jönnek felénk, és amelyek felépítik a szívünkben a te csodálatod, a te ismereted, a te nagyságod. Add, hogy úgy lássunk, Uram, ahogy vagy, lássunk hatalmasnak, nagynak, bölcsnek, és valakinek, aki szeret minket, aki mindenét odaadta értünk, mert ez az igazság. Kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a összejövetelt, szólj a szívünkhöz, bátoríts minket, taníts minket, áld meg az üzeneteket, és kérlek, hogy mindenki felé személyesen szolgálj, Uram. Te látod a szükségeinket, te végzel mindannyiunkban egy munkát. Ezt senki nem látja kívülről, vagy legalábbis teljesen csak te látod, Uram. Kérlek, szolgálj felénk ma. Köszönjük. Te drága nevedben imádkoztunk. Ámen. És engem nagyon megérintettek a tegnapi üzenetek, és igazából egy hetek óta ezekről gondolkodom, és így Isten nagyon betalált, annyira jó volt. És nekem is van egy ilyen rövid bizonyságom, nem olyan katartikus, mint mondjuk a Sziszi, aki a rappen esetleg hallotta, de érdekes. Nemrég nyaraltunk, Isten megengedte nekünk, Isten elvitt egy gyönyörű helyre, és volt egy kis probléma. És szállodában voltunk, és nem olyan szobát kaptunk, ahol amilyet szerettünk volna. És ugye ez egy, hát az emberek egy nagy kihívása, mert fizet érte, meg tehát úgy szeretne egy szép helyen lakni, és ehelyett egy bedugják valami olcsóbb dologba. És ugye ez nem egy ilyen világrengető dolog, ettől a föld nem fog kifordulni a tengelyéből, ettől nem fog megállni a nap az égen, de az embernek ez egy hatalmas ilyen csalódás, meg egy ilyen, el van szúrva az egész, kész. És ahogy ott gondolkodtunk, hogy mi legyen, persze miután a portással vagy két órát csatáztunk, így Isten szólt, és mondta, nyugi. És még egy érdekes dolog történt, az egyik bőrönd, az én bőröndömön, ez ilyen szemzáras, és így feküdt így a földön, kitettük, és az volt a szemzárán, hogy 666, és én tudom, hogy én nem arra állítottam a szemzárat, hanem egy más kódra, hanem ezt ki a szösz állította be. És így nézem, te jó ég, ez kész, démoni megszállás van, nekünk lőttek a nyaralásunknak, kész, hát ez el van szúrva. És aztán, hogy nézem a bőröndöt, hopp, ez feje lefelé áll. Ez valójában 999 van rajta, mert úgy kell, csak úgy nyílt ki, hogy, mert ugye a 6-os, mert a 9-es, azt ha megfordítod, az ugyanaz. És hogy beugrott is, Isten tanítása, hogy hé, nem mindegy, hogy nézed a körülményeidet, nem mindegy, hogy szemléled azt, ami veled történik. A valóságunknak, ahogy Sanyi, meg régebben Dúló Atti is tanította, hogy a problémáidnak, és tényleg ahogy látod a világot, az tényleg nagy részben rajtad is múlik. A világ olyan, amilyen. A világot nem te befolyásolod. Tehát a világ nem változik meg attól, hogy te másképp gondolkodsz. Én régen ezt hittem, mikor még 10 éves végeim és 20-as évemben
éveim elején, mielőtt megismertem a Sanyit és a Bibliát utána, előtt én azt gondoltam, hogy az én gondolataim azok átformálják a valóságot, hogy van egy teremtő képzeletem. Ugye ez ma mindig népszerű. De hál' Istennek kaptam egy vezetést, amely elvitt ebből a rossz irányból. És tegnap az első prédikáció, Pászor Denis Julet, nem tudom, emlékeztek-e rá, egy nagyon drága ember egyébként, és egy hihetetlen módon világította meg ezt, hogy mire nézel. Hogy a problémáid, ahogy mondta, szó szerint el tudnak vakítani. És Sátán, aki próbál mindig keresztbe tenni, az ezt próbálja csinálni, hogy néz a szikrára, néz a problémára, néz a nehézségre, néz úgy a világot, ahogy a te kis koncepcióidon keresztül látnád, és félj, és aggódj, és szorong, légy depressziós, stb. De hogy van egy nagyobb világosság. És milyen jó, hogy Sanyi már hetek óta erről tanít, az Efézusi levélből, annyira így összevág, annyira így benne van ebbe a flow-ba, azt így lehet mondani, ebbe a tanítási sodrásba, hogy nézz a nagyobb világosságra, és akkor a kis gondok nem fognak elvakítani, hogy lásd a valóságot, hogy úgy lásd a valóságot, amilyen az valójában. És ez hihetetlen volt. Egy végtelenül egyszerű példa volt ez, ugye az autók, ahogy jönnek szembe éjszaka, és hogy fel kell a nap, de hihetetlenül mély volt, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat mondott. És aztán nem tudom, hogy veletek hogy van egy a konferencián, de nálunk mindig ekkor történik a legtöbb baj, úgy értem, a cégnél. Reggel fejv a kolléganőm, te Gyuri, engem ver az Isten. Így kezdi. Na, mi történt? Elment az áram, elment az internet, nem is tudom, valamelyik ügyfélnek összeomlott a rendszere, aztán megállt a weboldala, aztán megállt egy szerver, amin 50 weboldal megy, és így csak így jöttek a dolgok, és mondom, kész. Én pihenni akarok, meg feltöltődni itt Kaposváron, nem tüzet oltani. És akkor megint Isten szólt, hogy ne a tűzre nézz. És amiről tegnap pászosára beszélt, hogy minden együtt munkálkodik a jóra azoknak, akik hívők. Hiszed-e ezt? És az a kérdés, hogy elhiszed-e ezt? Elhiszem ezt? Mert hallani jó, mert hallani ilyen felkavaró, de tudom ezt alkalmazni? Tudom ezt hinni? És hiszem, hogy mindannyiunk életében, vagy most, vagy később ez újra előjön. És tényleg hiszem, hogy minden, amit itt tanulunk, minden, amit hallasz ezen a konferencián, most a Sanyitól, az egy ponton az életedre alkalmazásba fog kerülni, és alkalmazásba kell, hogy kerüljön, mert így fog benned növekedni, így fog munkálkodni, és így fogsz te is növekedni. És ez a cél, ezért vagyunk itt ebbe a világba, hogy növekedjünk, hogy tanuljunk, hogy megismerjük olyannak, amilyen. És ez egy hatalmas, hatalmas dolog. Oké. Tehát ne engedd, hogy megvakítsonnak a problémák, ne engedd, hogy a problémáid az isteneid legyenek. Ne engedd, hogy azok leuralják az életed, hogy nekik kell, hogy vigyél áldozatot, nekik kell, hogy szenteld az összes idődet, hanem lép túl. És Pászor Kendének volt egy üzenete, hogy az életünknek három szintje van. Van ez, van ugye ez a gyülekezeti, a szellemi szint, és aztán van az örökké valóság. És Isten valahogy ezeket az oximoronokat, lehet így mondani, ezeket az ellentmondásokat, hogy éljem az életem mind a három dimenzióban, ezt így össze akarja hozni. Hogy mi itt élünk a Földön, de mégis mi a mennyre nézünk, és az örökké valóság a végcélunk, és nem vesszük le róla a szemünket, mert különben elbátortalanodunk, mint Péter, hogy elkezdett süllyedni a hajóval, vagy amikor kilépett a vízre a hajóból, és
ez az érzésünk lehet különben, hogy süllyedek, baj van, segíts. És ez egy módon nem baj, ha megfelelő helyre kiáltok segítségért, mert a segítség az van, és az egyik Zsoltár mondja, hogy Isten igen biztos segítség a bajban. Igen biztos segítség. És ezt úgy tapasztalom meg, ha baj van. Úgyhogy minden, tényleg minden a jóra dolgozik. Oké. Okay. Amen. Sanyi. Sanyi. Sziasztok még egyszer. Ha melletted van még hely, ha egy kicsit odébb csúszol, és úgy érzed, hogy valaki le tud ülni melléd, akkor tedd fel a kezedet, mert úgy tűnik nekem, mint hogyha... Igen. Az asztalon mindig van hely. Jó. Jézus, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt az elkövetkező néhány percet is, csak hálásak vagyunk Gyuriért, a szolgálatáért. Te szólj hozzánk, kérünk, te szabadíts meg minket koncepcióktól, te építsd ki bennünk azt a hitet, azt a bizalmat, amivel rád hagyatkozhatunk minden helyzetben. Te drága nevedben kérünk, hogy kenj fel engem egy csodálatos módon, hogy szólhassam azt, amit te akarsz mondani a gyülekezetnek. Ámen. Oké. Okay. Rendben, megmondom őszintén, nem bírok elszakadni a négy széktől. Nem baj, hogyha erről beszélek még egy picit? Nem tudom, úgyse tudnék másról, úgyhogy mindegy. Tehát, hogy van? Itt van az első szék, nincsenek székeim, úgyhogy most vizualizálnotok kell. Nagyon fontos, hogy milyen széket képzeltek el, nem, akármilyen szék nem jó. Tehát, hogy itt van az első szék, mi van az első széken? Baj van rajta. Oké. Okay. Ki van bajban? Te vagy bajban. Oké. Okay. Ha kell, akkor elemezzük. Szerintem... nem, mert hogyha... De végülis most nem jön már senki, úgyhogy miért nem? Oké. Okay. A második széken... Oké, okay, első szék. Négy kell. És aztán, ha valaki még jön, akkor ide ültetjük. Kérlek, ülj le erre a székre. Jó. És... Oké, okay, a második szék... Ez már sok lesz. Köszönjük szépen, Tomi. Lehet, hogy első körben elég ennyi. Oké, okay, tehát négy szék. Az első az állapotunkat jelenti, amiben megtérés előtt, illetve ebben a földi testben vagyunk, baj van. Nem tudom, hogy melyikről mennyit fogunk még beszélni, de a második szék az a, mondjuk így egyszerűen, hogy bevégzett munka. Ez az, hogy Isten arra a bajra, amiben mi voltunk, egy tökéletes, teljes, dicsőséges megoldást adott. Egy olyat, amihez nincs mit hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Egy teljes megoldást. Ez azért egy fontos gondolat, mert mind a két kategória teljes. Tehát teljes bajban vagy, és nem tudsz magadon segíteni, és teljes megoldást kaptál, amihez nem lehet hozzárakni. Mire azt mondod, hogy minek akkor tudnom erről? Igaz? Tehát akkor minden rendben van. Hányan tartjátok ezt merész gondolatnak? Tehát mi egy jó fizikai példa. A pohár üres, mert kiittad, de én újra megtöltöttem, és tele van. A pohár egykor tele volt, kiittad, üres lett, és most megint tele van. Na és akkor mi van? Vagy értem, akkor minden rendben van, a pohár tele van. Igaz?
Valami ilyesmi a helyzet. A megoldás, amit Isten adott, teljes, nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni belőle. Nem egyszerű ezt megérteni, nem egyszerű ezt elfogadni. Főleg azért nem, mert van egy különbség a tapasztalatunk és a helyzetünk között. Kérlek, itt van elől egy cég, egy darab, kettő. Sőt, ott is van még oldalt. Van egy kettős kommunikáció felénk. És az egyik az az, amit a Biblia mond a helyzetünkről, hogy elvégeztetett, mennyei helyekre vagy ültetve, tökéletes vagy, és hogy elvégeztetett. És a másik oldalról pedig a mindennapi megtapasztalása annak, hogy ez nincs így. Nem egyszerű. És itt jön be a harmadik szék, amely a mi felelősségünknek a helyét jelzi, és a szabad akarattal függ össze. Ez az a szék, ahol mi emberek a saját részünket hozzátehetjük. És ez az a szék, ami a leginkább van támadva, és a negyedik, ugye, a negyedik hely, ez az üdvösség helye, Róma 8-ból, amikor a testünk megváltásra kerül, amikor átlépünk az örökkévalóságba, és azok leszünk, akiknek Isten valójában teremtett minket. Illetve itt a Földön, mert sokszor érzem én azt, hogy rendben, a menny az klassz lesz, és addig, még sokáig tart, míg oda jutunk. Azt hiszem, bár lehet, hogy nem tart olyan sokáig. Akkor ez a hely, ez az ígéret földje, a Jordán túloldala. Ez a hitben járás helye, a győzedelmes keresztény élet helye, ahol mindazokat az ígéreteket, amiket Isten adott neked, azokat te hiszed és éled. Ahol mind az a fegyverzet, amit Isten adott nekünk itt, ezen a földön, erre a földre, erre a helyre, az neked megvan és működik. Azaz, ennél jobban nem lehet. Ugye, te az élet nem lehet jobb, mint ezen a széken. Oké? Okay? És amiről egy picit beszélni szeretnék, ez a harmadik szék, ez itt. A te felelősséged helye. Mit kell csinálni? Illetve mi történik körülötted, amitől ezen a helyen elszúrhatod? És többen kérdezték tőlem, hogy az üzenetnek az első verse, amivel kezdtem Prédikátor könyvéből, annak mi köze volt az üzenethez? Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom, mert végülis nem prédikáltam el az üzenetet, de most megpróbálom. Úgyhogy a vers így hangzik, hogy Prédikátor 7:7. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Előtte és utána gyászolókról beszélnek. Ez azt hiszem még sötétebb gondolat. Azt mondja, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek, szívlelje meg ezt az, aki él. Azt mondja, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak. Miért? Mert így lesz vége minden embernek. Másképp mondom, jobb, többet ér a bánat, mint a nevetés, hogyha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Ezt írja? Igen, igen. Miért? Mert ez a valóság. Ugye, te miért jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyan... ahol nevetnek, vigadnak, mert így lesz vége minden embernek, mert ez a valóság. Úgy értem, mi attól függetlenül, hogy mit gondolunk róla, benne élünk egy valóságban, amely olyan, amilyen. Úgy értem, Isten megteremtette ezt a világot egy renddel, megszabta az ember életének a hosszát, megátkozta a földet, minden hiába valóság lett. Úgy értem, olyan természeti törvényeket adott, amitől minden széthullik, amit összeraksz.
Össze vagyunk zárva az ördöggel, aki ténylegesen kísért minket, akinek ténylegesen van egy hatása az életünkre. Van egy célja a földi létünknek, mégpedig az éretté válás, Efézus 4 közepén, oké, hogy eljussunk a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy a tanításnak valamiféle szele ne tudja minket jobbra-balra hajtani. Ugye, tehát van egy cél, van egy valódi körülmény, van egy valódi helyzet, amit sokkal inkább ír le egy szomorú arc, mint a vigadozás. Hősök vagytok, sziasztok! Ma úgy értem, hogy áttörtök a két meglévő szikig. Ide nem szabad ülni, de oda igen, ne viccelek. Sziasztok! Oké. Van egy nagyon fontos fogalom, és ezt a fogalmat úgy hívják, hogy frusztráció. És én, mintha két éve vagy mikor ugyanerről beszéltem volna, ugyanitt. De nem baj, mert nagyon, nagyon is helytálló, és most egy picit többet értek róla, mint azelőtt. A következő a helyzet. Az, hogy te hogyan éled meg az életedet, és az életed tényeit, az függ a tényektől, az élettől való elvárásodtól. Oké? Hányan voltatok már edzeni? Oké. Hányan edzettetek sportszerűen? Tehát úgy értem, hogy nem csak elmentél, és azt mondtad, hogy tök jó itt a társaság, haverokkal dumcsizok egy picit, hanem volt valami sporttal kapcsolatos célod, hogy el kellett érned valamit, ami túlmutatott rajtad, igaz? Fejlődni kellett, növekedni kellett. Nem tudom, volt-e olyan edzésetek, amit nem szerettetek? Oké. Volt-e olyan, hogy nem akartál elmenni edzeni? Jó, akik sose sportoltatok még, a sportról néha van egy ilyen elképzelés, hát ez az önfeled boldogság. Ugye, a sport, ugye, szökdelés a futópályán, napsütésben, csicsergő madarakkal körbe, és a dicsőség himnusza zeng a hátad, és futok, tudod, és az egész ilyen csodálatos. Igaz? Ez a sport. Úgy értem, minden embernek a szíve mélyén ott van a vágy, hogy ezt tehesse. Nem. Nem akarsz elmenni edzeni. És ha elmentél, és rendesen csinálod, akkor Ernő, hány százalék a fájdalom? Nagy százalék a fájdalom. Úgy értem, én régen sportoltam egy picit, és volt egy olyan időszak, ahol hárman együtt edzettünk, és ilyen úgynevezett negatív gyakorlatokat csináltunk. A negatív gyakorlatnak az a lényege, hogy te azt a gyakorlatot addig csinálod, ameddig bírod. Úgy értem, ott áll két fickó melletted, ott van egy súlyzó a kezedben, fekszel egy padon, a kezedben van a súlyzó, nem tudod hova rakni, mert a súly olyan nehéz, hogy épp hogy elbírod. És akkor kinyomod ötször, de ötször... Ez az arcremegés, nevetséges videót kéne csinálni belőle, és felrakni a YouTube-ra, de a lényeg az, hogy kinyomtad ötször, ugye te majd összecsinálod magad, érted? És azt mondják, még hármat, tudod, és ott állnak ketten, és nem engedik, hogy leragd a súlyt. És akkor nem, de, nem. Tudod, és akkor leenged, tudod, és mit csinálnak? Hát még lejön, tudod, de mindig lejön. Nyomjad, és akkor nyomod teljes erődből, és ők épp csak annyit emelnek rajta, hogy mint a lassított felvételen a súly jöjjön fölfelé. Jól van, nyomjad, és akkor nyomod. És akkor fönn vagy, tudod, és az életed legszörnyűbb 15 másodpercét élted át, és azt mondja, még kettőt! Tudod, és ezt végigcsinálják. És amikor fölállt, azt mondja, soha többet nem fekszem le ide. De két perc múlva megint te vagy soron. És persze vigasztalt, hogy az abban a két percben te csináltad ugyanezt a másik kettővel. És úgy értem, figyelj, szó szerint féltem lefeküdni. Tehát úgy értem, féltem elkezdeni a gyakorlatot, mert tudtam, hogy ami vár rám, az szörnyű lesz. De ember, hétről hétre elmentem edzeni.
Hát hogy csinál az ember egy ilyen hülyeséget? Hát ugye, tudod, egyszer, az jó, hogy egyszer megtörténik veled, nem tudtad, mi lesz. De utána már tudod, hát nem mész el többet. Hát ennyi, kész, rájöttem, hogy ez hülyeség. Jó, mi köze ennek az életünkhöz? A következő. A sporttal ez azért működött, mert ez volt a cél. Volt egy nagyon világos és tiszta cél, a fejlődés, a megedződés. Értettük, hogy miről szól. Nem arról szól, hogy kényelmesen akartuk tölteni azt a 2 órát, hanem arról szólt, hogy mi fejlődni akartunk. És ezért, mert tudtuk, hogy a fejlődéshez nyomás alá kell kerülni, teher alá kell kerülni, sőt, az igazi fejlődéshez az átlagosnál nagyobb, sőt, majdhogy nem az elviselhetőség határán lévő nyomás alá kell kerülni, ezért azt mondtuk, hogy minél nagyobb a nyomás, annál jobb. A koncepciónk, az elvárásunk, az edzésről ez volt. És ennek az előfeltételnek a meglétével az edzés egy tök jó dolog volt. Ugye nem komolyan mondtuk a végén, ez nagyon jó volt. Normális vagy? Hát elfelejtetted, hogy 2 perccel ezelőtt még így dobogott a szíved, de nem azért, mert nem kaptál levegőt, hanem mert féltél? Nem felejtettem el. Azért jöttem, hogy ez megtörténjen. Na most, hogyha ez úgy történik, hogy vacsorára, ebédre hívnak, és én öltönyben, nyakkendőben megyek egy elegáns ebédre, és ott fektetnek be, apa, akkor, mert más volt az elképzelésem és az elvárásom, ki leszek bukva, és talán joggal. És itt ezen a 3. széken ez a csata zajlik. Ezt értitek? Itt ezen a 3. széken ez a csata zajlik. A világ megpróbál elültetni benned olyan elvárásokat, elképzeléseket az élettel kapcsolatban, amelyek nincsenek összhangban azzal, amiről az élet tényleg szól. Teljesíthetetlen, megvalósíthatatlan álmokat, vágyakat, elképzeléseket éltetnek bennünk az élet legtöbb kategóriájáról. És amikor aztán azok teljes természetesség, hogy nem tolt ki veled az élet, nem kerget az Isten, nem támadott meg az ördög, csak valami olyasmit gondoltál, olyasmit vártál, ami soha nem volt benne a képen, soha nem volt erről szó, soha nem történhetett volna meg, az egész egy rémkép, egy álom volt a fejedben, vagy nem is csak egy álom a fejedben, hanem egy tudatosan kiépített koncepció, amelyet azzal a céllal ültettek el a fejedben, hogy aztán csalódáshoz, frusztrációhoz és feladáshoz vezessen. Hoppá! Mondok egy nagyon egyszerűt. Elköteleztük magunkat a kényelem mellett. Megtanították nekünk, hogy az életnek kényelmesnek kell lennie. Úgy értem, a mai embernek az egyik istene a kényelem. Mi nem Bált imádjuk, hanem a kényelmet imádjuk. A másik, elköteleztük magunkat önmagunk mellett. Úgy értem, teljes és feltétel nélküli odaszánással szolgáljuk magunkat. Ezt kérdeztem az eredményes élettalálkozón, nem tudom mikor. Oké, hány olyan igazán frusztráló, igazán fájdalmas, igazán nehéz pillanatod volt, ami nem az én mondattal kezdődött, vagy az én szócskával? Olyan melegem van, ami nem arról szól, hogy sajnálok titeket, hogy nektek melegetek van, ki a bánatot érdekelsz? Nekem van melegem. Tudod, üvölt a gyerek. Hát kit érdekel a gyerek? Én hallgatom, hogy üvölt. Vagy, jó, és persze, a gyerek van azon a határon, hogy néha az érdekel. De azért, ha elég régóta üvölt, anyukák, úgy őszintén. Ha? Tehát miért vagy kibukva? Mert a szegény gyereknek biztos nagyon rossz, mert olyan régóta üvölt. Nem, azért vagy kibukva. Hát lehet, hogy azért is, mert, de aztán úgy sejted, hogy tudod, nem vakbélgyulladása van, és most perforál, hanem mondta ő 10 perccel ezelőtt, hogy csokit szeretne. Te meg mondtad, hogy nem. De abban az elmúlt 10 percben ő csak üvöltött.
amitől ez szörnyű, az te vagy, aki hallgatod, és akit ez felidegesít. Vagy gazdasági válság van. Ott se az érdekel, hogy szegény szomszéd, hanem szegény én. És csak gondold végig, tehát hány olyan gondolatod van, ami túlnéz önmagadon? Hány olyan célod van, ami túlnéz önmagadon? Hány olyan elhivatottságod van, amely túlnéz önmagadon? Erdőnek a történelem leckéi, ugye Hunyadi János, igaz, ő volt az, aki... És beszélt egy emberről, és persze így, amikor valakinek az előadása megszépíti a múltat, hogy nem látjuk ott a részleteket, nem látjuk, hogy leüvöltötte a feleségének a fejét, vagy nem látjuk, hogy mit csinált, amikor igazán fölbosszantották. Tehát ezeket nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az életének a nagy tettei azok a hazáért, a rábízott uradalomért, a másokért történtek. És valahogy van egy ilyen kép bennem arról, hogy a régi korok embereinek voltak még olyan vágyaik, amik nem a kényelmet és nem önmagukat szolgálták. Látunk ilyen romantikus filmeket, ilyen kalandfilmeket, ahol azt mondják, hogy inkább meghalok, mint hogy a becsületemen csorba essen. És így nevetünk rajta, hogy micsoda marha. Hát attól, hogy a becsületeden csorba eszik, még simán tudsz kényelemben élni. Nem? Hát kit érdekel a becsület? Van ilyen egyáltalán? Nincs, nekünk már nincsen. Ugye, nekünk nincsenek rajtunk túlmutató értékeink. Ugye, mi nem mondunk olyat, hogy inkább leharapom a nyelvemet, mint hogy egy hazugság elhagyja a számat. Semmi gondunk nincs vele, hogy hazudunk. Jó, és most persze túlzok, kérlek neved magadra. De értsd meg, hogy vannak koncepciók, amiket erültettek bennünk, elképzelések az életről, amelyek nem valósak. Az életnek mindig kényelmesnek kell lennie, az életnek rólad kell szólnia, ez az önzés, ez a második, hogy téged kell, hogy megelégítsen. A dolgoknak úgy kell menniük, hogy aztán az neked jó legyen. Így kell, hogy legyen. Ugye ez a célja az egésznek. Hát nem ezt tanultuk? Miért járunk egyetemre? Nem azért járunk egyetemre, hogy a közösségnek, a Krisztus testének jobban a hasznára lehessünk, hanem azért, hogy én karriert csinálhassak, és én megszedhessem magam, és hatalomra jussak, és én úgy élhessem az életemet, ahogy egykor megálmodtam. És persze, nem csak magamra gondolok, gondolok rátok is, de ti másodlagosak vagytok. Én vagyok az elsődleges. Önzés, a koncepció, hogy a világnak körülöttem kéne forognia. Akkor menjünk tovább. Ez kivetül a családra. A gyerekek. A gyerekek tényleg, úgy értem, el tudom képzelni, hogy nem tudom, férfiaknak ugye nekünk sokkal könnyebb a gyerekekkel, mert amíg kicsik, addig az anyuka foglalkozik velük sokkal többet, mint mi. Amikor meg már nagyobbak, akkor meg már buli, ugye? Úgyhogy az igazi terhét azt gondolom, hogy az anyukák hordozzák. De az a gyerek nem egy játékbaba, aki aranyos, és akarok egy ilyet magamnak, hogy aranyos legyen, hanem az üvölteni fog. És egy legalább 3,5-4 éves, 24 órás munkát jelent. Ezt akarja az anyuka, amikor azt mondja, hogy gyereket szeretnék? Mondták neki? Tudja? Hogy többen ingatják a fejüket, hogy nem. Tudja? Tehát, hogy én azt látom néha, így ahogy beszélgetek, hogy meglepetésként ér, hogy ez ekkora macera. Mert nincs ezzel baj, egy olyan világban élünk, ahol a kommunikáció az életről és az élet egyes kategóriáiról olyan, hogy aztán csalódáshoz vezessen, és frusztrációhoz, és mulasztáshoz a saját részünkről. Ugyanígy a házasság, erről sokat beszélek. A házastársad az, akit te végre megérdemelsz, méltó jutalmad, hogy téged boldoggá tegyen. Hát nem, hát eleve erről szól, hát miért lenne nekem feleségem, ha nem azért, hogy engem boldoggá tegyen?
Vagy neked miért lenne férjed, hanem azért, hogy végre boldoggá tegyen? Hát erre vártál. Ugye nem azért álmodoztál a házasságról, még tinédzser korodban, könnyes szemekkel, hogy tudod, lesz majd egy bunkó férjem, aki a meccset fogja nézni reggeltől estig, és én majd tisztelni fogom ennek ellenére, és ki fogom fejezni Krisztust, és az egyház kapcsolatát, és 10 évig fogjuk csinálni, mire az első áttörés jön, és ez olyan állati dicsőséges lesz. Hát ugye, nem hiszem, hogy erre gondoltál. Nem, arra gondoltál, hogy... Nem, azt majd mondd meg te, hogy mire gondoltál. De abból, hogy nevetsz, gyanítom, hogy nem erre. És ugyanígy férfiak, ugye? Tehát, hogy vadászok magamnak egy feleséget, és ki vagyok bukva, ha nem marad meg a Barbie baba szinten. Vagy nem tudom, ki hova... Ugye férfiak, inkább azt hiszem, hogy egy társat szeretnénk. Ugye egy olyan társat, akivel és az munka mire kialakul, ugye? Te be kell fektetned, a kapcsolatot fel kell építeni, és a dolog, mire elkezd jutalmazó lenni, sokszor évek telnek el. És honnan jött ez egy koncepció? Itt ezen a széken tanultam. Azt mondja, mit kell várnod a házasságtól? Önmagad megelégítését, a boldogságot. És ha a másik nem adja ezt meg neked, ki tehet róla? Hát nyilván, hogy ő, a szép az, hogy mind a ketten ezt gondoljuk. Akkor itt van a munka. Oké? A munka, és mondjuk azt, hogy a pénz, az a fontosságot és a biztonságot hozza. És egyfajta fontosságot egy viszonylagosat hozhat, de biztonságot nem fog hozni semmiképpen. Csak viszonylagosat. És itt van, amikor valaki jómódú, és megvan úgymond mindene. Nemrég beszéltem néhány ilyen emberrel, akinek a mi léptékünkkel nézve vagyona van, tehát milliómosok, sőt milliárdosok. És volt egy-kettő, akivel ilyen őszinte beszélgetésünk volt, egy mindenképpen, aki elmondta, hogy figyelj, itt volt egy eredményes élettalálkozón. És azt mondja, amit mondtál, minden igaz. Úgy értem, üres vagyok. Nem tudok annyi pénzt keresni, hogy az nyugalmat adjon. Minél több van, annál többet veszíthetek el. Annál nagyobb a harc. És figyelj, mindig hozzászokok ahhoz, amennyi van. Úgy értem, amennyi van, azt megszokom, és az már nem jelent biztonságot, a több jelentene, de ha egy ponton már olyan sok van, hogy abból... Ha nem csinálom 100%-osan, amit tennem kell, többet veszítek egy nap, mint amennyit keresni tudok. Ugye, nincs biztonságom. De mégis ezt tanítják nekünk. Ez a koncepciónk. És prédikátor azt mondja, hogy jobb ezeket a koncepciókat lerombolni, mint elhinni őket. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak. Jobb olyan házba menni, ahol felismerték, hogy az ember meghal. Jobb olyan házba menni, ahol szembenéztek a valósággal, mert tényleg ez a valóság. Tényleg így lesz vége minden embernek. Jobb a szomorú arc, amikor azt mondom, hogy de hát a szőke herceg mégse tesz boldoggá, és sírdogálok. De a sírdogálás közben lehet, hogy a szíved épp jobbá lesz. Lehet, hogy épp most vallod be először, hogy önző voltál. Úgy értem, az, amiért sírtál, amiért sírsz, az valójában a szégyened. Egy önző kicsi embernek, aki magának akart mindent, és most kibukott, mert nem kapta meg, ez egy gyönyörű pillanat, mert megvallhatod az Úrnak, hogy egy kis féreg vagyok, és ha csak te nem változtatsz meg, ha csak te nem növelsz meg engem, ha csak te nem adsz egy új szívet, akkor bajban vagyok. Rendben. Sötétség. Ezen a széken a sötétség és a világosság csatája zajlik, ha lehet ezt mondani. Nagyon tetszett pásztor Balázs üzenete. Ámulatos. A sötétség azt jelenti,
Vagy azt, hogy információ hiányom van, vagy hogy tudatosan torzított információm van. És még egy, ugye, amiről az üzeneten azért sikerült beszélni, hogy az egyik szellemi döntés, amit itt meg kell hoznom, az az, hogy a hit rendszerében, kegyelemben működök-e, vagy a törvény alatt. Igaz? De ez nagyon fontos. Azt mondja Efézus 2, hogy kegyelemből van üdvösségetek, ez Isten ajándéka, nem cselekedetek ilyet, hogy senki se dicsekedjék. Oké? Tehát Isten nem adott nekünk helyet az üdvösségben. Ebben a teljes és tökéletes megoldásban neked hány százalék részvételed van? 5? 3? 0. Nincs részed ebben a megoldásban, igaz? Valaki megoldotta nélküled, helyetted. Rendben? 0 cselekedett. Figyeljetek, kérlek, ne legyetek ezzel felszínesek. Te ezt nem hiszed el? Tudom, hogy ebben a környezetben könnyű tudni és emlékezni rá, de hidd el, hogy amikor életed legnagyobb bukásában vagy, hidd el, amikor életed egyik legnagyobb mulasztásában vagy, akkor nagyon elkezdesz benne kételkedni, hogy itt ne lenne egy teljes megoldás. Vagy hogy igen, hogy van egy teljes megoldás. Nagyon nehéz hinni az igazán bevégzett munkában. Nagyon nehéz elhinni, hogy Isten tényleg rendbe hozott mindent, hogy tényleg szeret, hogy tényleg nem tudod elszúrni, hogy tényleg biztonságban vagy, hogy tényleg bevégzi azt a jó munkát, amit elkezdett, hogy tényleg helyzetileg olyan vagy, mint ő, hogy tényleg minden a javadra van. Nagyon nehéz. Senki és semmi nem mondta ebben a világban eddig ezt neked. Pont az ellenkezőjét mondja. A vallásos világ is az ellenkezőjét mondja, és a világi világ is az ellenkezőjét mondja. Mind a kettő a törvényrendszere alapján működik. Ahol az elfogadottságot teljesítmény alapján kapod, akkor vagy jó, ha teljesítettél, akkor szeretlek, ha engedelmes voltál, akkor jár neked, ha letetted az asztalra, amit cserébe le kell tenned. Cselekedetek. És ebben a rendszerben, ahol cselekedetekről van szó, ott a dicsőség a tiéd, ha sikerül, és halott vagy, ha nem sikerül. Mind a kettő egy elfogadhatatlan viszonyba állít Istennel. Mind a kettő, akár a büszkeség, ahol magadnak kell, hogy tulajdonítsd a dicsőséget, hisz ki volt az, aki engedelmeskedett Istennek? Én. Ki volt az, aki itt teljesített? Ki? Na ki? Ki tartotta be a törvényt? Ki? Mondjátok, ki? Én. Ha Isten igazságos, ha Isten a joga saját joga szerint él, akkor Isten most semmi mást nem tesz, csak kötelességből megadja, amit ígért. Én voltam az, akit tett valamit, ő csak a feltételeket szabta, és a törvény, amit ő szabott, köti őt, hogy ezután, ami jár nekem, a fizetségemet, a jussomat megadja. Kötelességből kell megadnia, hisz én azzal, hogy teljesítettem, rákényszerítettem. Ez a törvény rendszere, igaz? Hát ezt így, amikor kimondom, akkor egy pillanatig nem tudsz benne hinni. De hidd el, csendesen, tudat alatt, mind ebben élünk. Jó, a másik, ha nem sikerül, ha nem teljesítettél, akkor meg tudod, hogy ő joggal üt agyon. Azt mondja, végre. Azért adtam ilyen nehéz feladatot, hogy ne tud megcsinálni. Következő. És van egy ilyen képünk erről. Jó, ezzel szemben Róma 17:10 a hit hallásból van, igaz? Mennyi? 10, nem 17, 10, 10, igen. 10, 17 a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédei által.
Zsidókhoz írt levél 11.6, senki se lehet, hit nélkül senki se lehet kedves Isten előtt. Rómaiakhoz írt levél 3, Ábrahám, akinek cselekedetek nélkül tulajdonított Isten igazságot. És Ábrahám a körülmetéletleneknek, körülmetélten hívők és a körülmetéletlenül hívők atya lett. És hogy a hitből való igazság azt mondja, hogy annak, aki hisz, abban, aki megigazítatik, annak cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, az az igazság tulajdonítatik neki, amiben hit. Krisztus bevégzett munkája. Oké? Ami a következőt jelenti, hogy ezen a széken a szabad akaratunkból fakadó felelősségünk székén nem a tetteink számítanak, hanem a hitünk. Mi a te felelősséged? Az, hogy miben hiszel. És itt csatolunk vissza a koncepciókhoz. Minden koncepció egy hitrendszer. Minden koncepció, amiről az előbb beszéltünk, az egy teljes, lehet, hogy zárt, lehet, hogy nem tudom, de hitrendszer. A meggyőződéseknek egy rendszere, amelyeket te képviselsz. Lehet, hogy vannak koncepcióid Istenről, vannak koncepcióid az élet kategóriáiról. Az igazi felelősséged azon a ponton van, hogy milyen koncepciókat hagysz életben a szívedben és az elmédben. És az a sötétség, amit a világ fenntart, az pont ezt a helyet sújtja. Ez erről szól. Koncepciókat ültetnek el gyerekkorunkban, koncepciókat építenek tínédzserkorunkban, és koncepciókat követelnek és várnak el tőlünk felnőtt korunkban. És erre egy teljes rendszert építettek ki, aminek része a tömegkommunikáció, része a kultúránk, része az iskolánk, része a vallásnak minden egyes formája, még a Biblia szólós vallás is. Okay? És ami ellen nyilván minden pásztorunk tűzzel vassal harcol, de amely fel tudja ütni a fejét, és a felszínes elmében abszolút elfogadottá válhat. Sötétség. Információ hiány, nem tudtam róla, vagy félreinformálás. Torzított információ. És csak tényleg a törvény és a kegyelem rendszere közötti különbségre hadd utaljak vissza, és ezek nagyon alapvető dolgok, de nem hiszem, hogy ezekről ne lehetne eleget beszélni. Akkor, amikor a törvény rendszere alapján élsz és működsz, többnyire kizárod magad, tehát oké, ez a kettő szöges ellentéte egymásnak. Az, amit Krisztus vár, János 15-ben, az, ami az igazi dolgunk lenne, az kizárja a törvény alapján való életet, és a törvény alapján való élet kizárja a másikat. Tehát amikor azt mondod, hát figyelj, tudom, hogy nem kéne törvénykeznem magammal, de én olyan jó keresztény akarok lenni, hogy azért egy kicsit törvénykezem. Tehát azzal nem lehet baj, ha szigorúbb vagyok, mint kellene, nem? Annak jobb lesz az eredménye. Jobban hajtom magam egy picit. Kicsit ostorozom magam. Picit a törvény alatt is vagyok, de attól én még jobb keresztény leszek. Persze a többiek, a puhány keresztények, azok csak kegyelem alatt akarnak érni. Persze, mert elkötelezték magukat a kényelemnek. Igaz? Csak kegyelem alatt akarsz érni, puhány vagy, én egy kicsit törvénykezem is. És közben persze nagyon intelligens vagyok, tudom, hogy kegyelem van, ezért a törvénnyel olyan szabadon játszhatok. De ez nem igaz. Úgyhogy ez nem igaz. A kettő kizárja egymást. Egy törvénykező gyülekezetben azt gondolom, hogy Isten egyenes közbenjárása, egyenes tette, csodája kell ahhoz, hogy valaki igazi életet kaphasson és abban felnőhessen. Okay? Mert a törvény rendszere kizárja az életet. Miről szól a
a hit. A hit arról szól, és elolvassuk János 15-be, jó? Mennyi az idő? Tudtok nekem mondani? 6:09, ez tökéletes. Ez egy nagyon, nagyon érdekes felismerésem volt. János 15, a szőlővessző, szőlőtő, oké. Okay. Én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtartja. Figyeljetek! Mit metsz le a szőlős gazda? Nem, igen. Mit? Azt, amelyik nem terem gyümölcsöt. Király! Nagyon jó, figyelj! Ez nagyon jó. Te teremsz gyümölcsöt? Nem, remélem. Oké, voltál-e evangelizálni múlt héten? Igen, nem? Jó, ha voltál, akkor teremtél gyümölcsöt, hogyha nem voltál, nem. Ez jó így ez a gondolkodás? Olvastad-e a Bibliádat tegnap? Jó, itt ez könnyű konferencián. Jó, múlt héten? Igen, nem. Ha igen, akkor teremtél gyümölcsöt, hogyha nem, akkor... Ez jó gondolkodás? Nem jó gondolkodás? Mi az, ti nem értetek egyet velem? Miért nem jó? Mi a baj ezzel? Nem teljesítményorientált. Miért? Most mi a baj azzal? Hát most, hogy gyümölcs, gyümölcs, nem? Kell egy körte, úgy értem, olvasni kell a Bibliát, meg kell, tanítvánnyá kell tenni az egész világot, szelleminek kell lenni. Hát nem ez a cél. Az a cél, hogy legyen mit enni, gyümölcs. Megtermem. Mi a baj ezzel? Hogy te csinálod, hogy te akarod csinálni. Oké, Isten fogja megcsinálni. Istennek egyetlen egy dolog elfogadható, saját maga. Oké, saját maga. Semmi nem megy fel a mennybe, csak az, ami onnan szállt alá. Jó, ez van egy körforgás. A gyümölcs az valami, amit az ő élete hoz létre. A gyümölcs az valami, amit ő csinál. Ezt érted? A gyümölcs az az, amit ő csinál. Ha te csinálod, mindegy, hogy mi az, az értéktelen. Az értéktelen. Ugyetem, és azt az ágat lemetszi. Ugyetem, nem tudom, észrevetted-e már, hogy Isten metszegeti az életedet. Mit metsz le? Lemetsz mindent, ami nem gyümölcstermő. Ugyetem, van egy vallásos elképzelésem, és nem tudom... Én vezetem az eredményes élettalálkozót. És én ott prédikálok minden pénteken. És ezért Isten engem elfogad. Nem úgy, mint titeket, gyaúrok, akik nem csináltok ilyet. Bezzeg, én csinálok. És mit csinál Isten? Cak, 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 már veszi is elő a metszőollót. Eredményes élettalálkozó. Nem, itt lent, cak, és már plüty le is esett. Tehát ez jó volt, tehát ez gyönyörű volt. Ha nem, én nem úgy láttam, nem volt rajta gyümölcs. Most, ami maradt, az a kis csonkot lent, az lehet, hogy abból kihajt valami, ami majd terem gyümölcsöt, de ez nem az volt. Ezek a te tetteid voltak. Ez a te vallásos koncepciód volt. Ez az volt, hogy elhittél valamit, ami sose volt igaz, és abban éltél, mintha igaz lenne. Hát le kellett vágnom, hogy kiderüljön, hogy nem igaz. Ha nem volt szabad hagynom élni, ha hagyom élni, akkor megerősítem benned a tévedést. Igen, önzőnek kell lenned. Igen, azért lesz férjed, hogy boldoggá tegyen. Igen, a gyerek egy játékszer, csak nincs rajta kikapcsoló gomb. Igen, ha nem csinálsz vagyont, sose leszel biztonságban. Isten azt mondja, hogy nem engedem, hogy a vadhajtások nőjenek. Azt az ágat, ami nem terem gyümölcsöt, lemetszem. Miért? Hát mert szeretlek. Mert azt szeretném, hogyha gond nem terhelne titeket. Azt szeretném, hogyha azt az életet élhetnétek, amely az egyetlen, amit lehet élni, az enyém. A kettő kizárja egymást. Mert a hitrendszere mást mond. És
Tudom, hogy már csak egy percem van, úgyhogy nagyon fogok sietni. Azt mondja, hogy és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Oké? Okay? És ez is igaz. Tehát, hogyha valamit jól csinálsz, de csinálhatnád még jobban, akkor is ott van ez a tisztítás. Ott van ez a megerősítem azt, ami jó, és úgy csendesen hümmögök arról, ami nem jó, és így vezetlek, terellek. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. A tisztítás tanítással történik. A tisztítás, az igazi növekedés, az Isten beszédeinek a hallása és hittel való elfogadásával történik. Miért voltak tiszták a tanítványok? Mit mondott az írás? Azért voltak tiszták, mert hallották Isten beszédét. Neked itt ezen a széken mi a feladatod? Hogy halld Isten beszédét. De nincs rá időm, mert annyit dolgozom. Gyümölcsöt kell teremnem. Tudod, hány fajta gyümölcsről olvastam a Bibliában? Azt mind meg kell teremnem. Hát nincs nekem időm itt olvasgatni. Vagy van időm olvasgatni, de oké, ez az útmutasítás. Első pont, második pont, harmadik pont. Itt van leírva, mit kell megtennem. Tudod? És cselekszem. És abban a rendszerben vagyok, ahol Isten tartozik nekem, vagy én, mert nem teljesítettem, éppen menekülök Isten elől. És ez az egész nem létezik a kapcsolat nélkül. Tehát ugye Isten beszédei csak az Istennel való kapcsolatban érnek valamit. Mert a beszéd csak rendezi az elmémet, az erőt hozzá, a kapcsolat adja. Az élet, amely megvan, ugye? A szőlővessző nem tud a szőlőtő nélkül csak a tudással gyümölcsöt teremni valahol. Kell neki a tudás, de rajta kell, hogy maradjon a szőlőtőn. Ahogy belépek a törvényrendszerébe, leugrok a szőlőtőről. Hisz azt mondom, hogy nem a szőlőtő élete hoz létre bármit is, hanem én, és leugrok onnan. És a mód, ahogy ez történik, a személyes kapcsolat romlik azzal, hogy én követelek Istentől, vagy hogy félek tőle. És a közösség, amelyben szabad lehetnék, a közösség, amelyben élvezhetném a szeretetet, megtörik az én buta hozzáállásom miatt. Nem tudom, voltál-e már olyan kapcsolatban, ahol te szeretted a másikat, próbáltál hozzá közeledni, de neki voltak koncepciói rólad. Adtál-e már kölcsönpénzt valakinek? És volt-e, hogy utána köszönni se köszönt neked? Pedig nem nehezteltél. Úgy értem, csak szávasz, hello, holnap megadom, ígérem, hogy holnap megadom, csak most nem volt. Jó, de kérsz egy kávét? Nem, köszönöm, szia! Mi történt? Volt egy koncepciója, azt hitte, hogy azért jössz, hogy behajtsd rajta a tartozást, és ez megrontotta a kapcsolatotokat. A törvénykező ember egy ilyenben él, vagy azt mondja, hogy add meg a tartozásodat, mondja Istennek, vagy épp menekül, mert nem tudom megadni. Valaki tartozik valakinek, és a kapcsolat kárát szenvedi. Jó, azt mondja, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Ez tiszta? Erről beszéltünk. Kell a kapcsolat, és kell az ige. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem nem marad, és én ő benne, nem. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Elmondja még egyszer, egy picit másképpen. Azt mondja, ha ti nem maradtok én bennem, és itt egy új gondolat, és én nem maradok ti bennetek, fordítva, itt pozitívan mondta. Tehát, ha ti megmaradtok én bennem, és én megmaradok bennetek, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni, és nélkülem semmit se tudtok cselekedni. Na, itt van az első a koncepció, amit megpróbálnak elültetni. Figyelj, nem vagy teljesen bajban. Egy picit nehéz időket élünk, de majd rendbe hozod. A bevégzett munka csak egy elkezdett munka, sok dolgod van még benne, és itt megtanítom neked, hogy mit kell csinálnod. Oké? Okay? Tökéletes. És oda sose fogsz eljutni. Az egyik legnagyobb bajunk az, hogy azt hisszük, hogy tudunk valamit csinálni nélküle. Hogy a teljes romlottság tanát nem hiszem,
nem adtam még fel az önmagamba vetett reményt, és még nem függök teljesen és feltétel nélkül Krisztustól és az ő bevégzett munkájától. És ez egy nehéz dolog egyébként, mert azon az Istenen kívül, aki ennyire szeret minket, tényleg senki sem méltó egy ilyen bizalomra. Tehát találtál már olyan embert, akire így rábízhatod magad? Persze, igen, tehát ezért megnősültünk, férjhez mentünk, a gyerekeink bíznak bennünk, de aztán tudjuk, hogy ennek igazából van határa. Tehát ebben volt egy kis naivitás, amikor így bíztunk. És nagyon-nagyon nagy merészség azt kérni valakitől, hogy add fel magad. Úgy értem, tényleg bízd meg egy másikban, Istenben, bízd meg benne. És ami segít, az az, hogy felismerem, hogy teljesen bajban vagyok, menthetetlenül, és ő teljesen megoldotta. És itt ezt elhiszem. És ahogy elhittem, benn vagyok az ígéret földjén. Ezt elmondom még egyszer. Itt teljesen bajban vagyok. Szoktuk ezt a példát mondani. Hát játsszuk ezt el esetleg. Játsszuk el. Ernő. Tudtad? Jó, kérek 4 erős férfit. Igen. Péter, kérlek, gyere, ne tartsd vissza ma. Attila, kérlek. Jó. Ernő, megtennéd, hogy fölállnál erre a székre? Igen, nem, állj erre, ez találóbb lesz, mert ez az a szék, ahol... Nem, várjál, hogy van? Igen, mindegy, állj ide. Aha. Igen, leteszem a mikrofont egy picit, mert nem fogok tudni. Vagy de. Fájni fog? Hát egy kicsit. Aha. Kérlek, fordulj meg. Igen. És ti gyertek ide. Attila, kérlek. Nem, én nem veszek részt. Attila, te vagy az, aki. Te vagy a negyedik. Ja, bocsánat, 5-en kellünk. Kérlek, gyere, Attila. Jó, el kell, hogy kapjátok Ernőt. Jó, tehát... Tegnap összevesztem a gondolatot. Ne törődj vele. Oké, a hangfelvétel kedvé. Ernőt felállítottuk egy székre, háttal, és megkérjük, hogy hunja le a szemét, és nyíl egyenesen dőljön el hátra. Még ne, még veszélyes volna. Jó? A fiúkat meg megkérjük, hogy készüljenek föl rá, hogy elkapják. Szerintem fogjátok meg egymás kezét, és mindenféle módszert alkalmazzatok. rendben. Sokáig fog tartani, de... Jó, a következő. Ernőnek most megvan az ereje arra, hogy védje magát. Áll a saját lábán, bízik a saját erejében, és ez adja az ő biztonságát. Ha szeretne, fogja, lelép a székről, és elmegy, és azt mondja, hogy hagyjatok engem az izibe. Van egy pont, ahol ezt az erőforrását teljesen fel fogja adni, és amitől teljesen meg fog szabadulni, és semmilyen más esélye nem lesz, mint hogy valaki más megmenti. Ez a te életed. Egészen addig, ameddig állsz a saját lábadon, addig a saját lábadnak, a saját életednek a biztonságát, erejét és szintjét élvezed, amely nem elég. Oké? Okay? Amely nem elég. Azt hazudták nekünk, hogy elég. Azt mondták, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Azt mondták, hogy ezek a koncepciók írják le a valóságot. Közben Isten azt mondja, hogy egyetlen egy élet van, a kereszt, túli élet. Az az élet, ahol azt mondod, hogy én meghaltam, én elengedtem, én zuhanok, én ugrok, és lesz velem, ami lesz, és ami azután lesz, az tényleg az lesz, amit Isten csinált. És minél többet ugrasz, annál többször tapasztalod meg, hogy Isten ígéretei tényleg igazak. Úgyhogy most Ernő, kérlek, egy picit menjetek lejjebb, hogy Ernő többet zuhanhasson, mert... Jó, tehát... Ernőnek ezek nem könnyű pillanatok, mert... Majd utána beszélünk. Kérlek, sose hagyjatok 4 szem közt vele, jó? Tehát, valaki mindig maradjon mellettem, amíg itt vagyunk a konferencián. Oké, ez az, amit Isten kér. Azt kéri tőletek, hogy bízzatok bennem. És én azt mondom, hogy bízok annyira, hogy az egyik lábamat felemelem. Vagy azt mondom, bízom, és rátámaszkodom Péter vállára. Bízom, és közben a bizalomnak csak egy olyan mértékét mutatom, amely nem elégséges. Még mindig élem a saját életemet, még mindig őrzöm a saját koncepcióimat, még mindig az én megoldásomat
gyakorlom az életről. Abban a pillanatban, ahogy Ernő súlypontja átbillen azon a bizonyos határon, ahol már nem tudja visszafordítani az eseményeket, onnantól teljesen ki lesz szolgáltatva az Úrnak. És mivel megkérjük, hogy hunja le a szemét, ezért azt se fogja tudni, hogy a négy srác időközben elsétál innen. És tényleg az Úrnak lesz kiszolgáltatva. Ernő, bocsáss meg. Pásztor Péter fajítva. Pásztor Péter fajítva. Jó, akkor most csak mutassuk be az eseményt. 3, 2, 1. Hurrá! Köszönjük! Ernő, köszönöm, egy hithős vagy. Igen. És figyeljetek, ilyen gyakorlatokat személyiségfejlesztő tréningeken, csapatépítő tréningeken csinálnak. Miért? Mert építi és fejleszti az egymásba vetett bizalmat és a kapcsolatot. Ugyanezt mondja Isten, járj velem hitben, merj bízni bennem, merj kockáztatni, merd elhinni, hogy amit ígértem, az igaz, és akárhányszor megteszed ezt a pici lépést, meg fogod tapasztalni, hogy igaz, ott leszek, elkaplak, megsegítlek. És figyelj, pár év hitben járás után ez már így fog kinézni. Tudod? És tudod, Istennek így kell kapkodnia utánad, mert ugrasz akkor is, amikor ő nem mondta. Ismétek ezt a játékot a gyerekeddel? Játszol egy darabig a csúszdánál, hogy ugor, ezt egyszer elkezdett beszélgetni, és hallasz egy tompa puffanást. És a gyerek volt az, aki leugrott a hátad mögött is. Nem állt össze, hogy azért jó, ha figyelek. Jó, azt hiszem ennyi volt az üzenet, ugye értitek? Koncepciók. Itt ezen a ponton megpróbálnak rávenni arra, hogy valami olyasmiben higgy az életről, ami nem igaz. Okay. A harc, amit meg kell harcolnod, az az, hogy hallod Isten igéjét, és elhiszed. Az idő, amit töltened kell azért, hogy a győzedelmes keresztény életet élhess, az nem az, hogy jó tetteket hajtasz végre, hanem az, hogy harcolsz azért, hogy emlékezz rá, és elhidd, amit Isten ígért. Kicsit később 9-ben azt mondja, hogy ahogyan az Atya engem szeretett, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. El is magyarázza, hogy mit jelent ez a megmaradni. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a megmaradni azt jelenti, hogy Sanyika, keresztény lettél, sok jó tettet kell végrehajtanod. És ledobja a madzagot. Az első jó tett az, hogy megmaradsz én bennem. Kapaszkodj, Sanyika. Sanyika kapaszkodik. És akkor... Oké? Okay. És Sanyika azt mondja, hogy dicsőség az Úrnak. Oké. Okay. És ki a dicsőség? Hát, ha túlélem, az enyém. De úgy a sztori felénél elkezd egy mély meggyőződés épülni bennem, hogy ezt nem élem túl. És hogy valószínűleg én egy másik Istent ismertem meg, mint akiről pásztor Scheller beszélt. Mert az egy jó fejnek tűnt, ez meg nem annyira. Na de mi volt ez? Ez a valóság? Nem, ez egy koncepció. Ugye az ördög dolgozott rajta, a marketingeseivel összeült, és azt mondta, hogy tudnánk ezt az adag kakát úgy becsomagolni, hogy megegyék. És becsomagolták. Ez van. Úgyhogy, hogy maradok meg a szeretetében, és megint visszacsatol, ha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok én bennem. Meg kell tartanunk a parancsolatait. És persze ez szól az engedelmességről is, de arról külön lehetne prédikálni. Az engedelmesség a hittel azonnal és automatikusan jön. Oké? Okay? Ha elhittél egy valóságot, akkor annak a valóságnak a lelked azonnal elkezd engedelmeskedni. Ha nehézséget jelent nem engedelmeskedni, akkor az azért van, mert nem hitted el. Ilyen egyszerű. Jó? És aztán, amikor elhitted, akkor bűntelen tökéletességben élsz. Nem, akkor jön Róma 7. Hogy én ezt elhittem, tudom, ez igaz, és én igazából már így élek, csak benne vagyok egy régi bűnös természetben, aki mindig azt csinálja, amit nem akarok. És akkor van az, hogy fedhetetlenségben élek azzal, hogy megvallom a bűnömet. És a hű is igaz, megtisztít minden gonoszságtól, megbocsátja a bűnömet, és szabad vagyok. Szabad vagyok. Szabad vagyok. Jó, de a harc soha nem az, hogy jobb gyümölcsöt terem, az nem a te dolgod. Mi közöd a gyümölcshöz? Felejtsd el!
ugye te nem te fogod tanítványát tenni a félvilágot, hanem Isten rajtad keresztül. Nem te fogod szeretni a feleségedet, hanem Isten rajtad keresztül. Nem te fogod tisztelni a férjedet, hanem Isten rajtad keresztül. Hiszed-e ezt? És itt kell mondanod, hogy nem. Nem. Őszinte akarok lenni, nem hiszem. Én eddig azt hittem, hogy nekem kell csinálnom. És azt hittem, hogy Isten unottan néz a háttérből, és cicceg, és csóválja a fejét, és vártam a pillanatot, hogy mikor mondja azt, hogy elég. Tudod, ennyi, következőt. Mert a törvényrendszer ezt a képet ülteti el bennünk. És igazából nem hiszem. Igazából nem hiszem. Azt hittem, hogy nekem kell megváltanom magamat. Azt hittem, hogy boldog leszek. Azt hittem, hogy minden rólam szól. Azt hittem, hogy és a hiteim egy sora jön, amely nem az a hit, amiről Isten beszél. És közben jó keresztényként mondom, ja, de bevégzett munka is van, meg minden. Jó, ez egy mondat volt, de minden, ami harsonán és hangszoron szól, az ellenkezője. Értitek? A harc nem olyan egyszerű, bár nagyon egyszerű, mert arról szól, hogy teljesen bajban vagy, nélküle semmit se tudsz tenni, teljesen rendbe hozott mindent, és te ezt egyszerűen elhiszed, és azonnal benn vagy az ígéret földjén. Ez a harcod. És minden idő, amit nem ezzel töltesz, az kidobott idő. Amen? Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy vigyél be minket az ígéret földjére. Hadd álljunk meg ebben a szabadságban. Hadd szabaduljunk meg a te bevégzett munkádban. Szűnjünk meg a holt cselekedetektől. Szűnjünk meg attól, hogy megpróbáljuk bevégezni azt, amit te már bevégeztél. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, vagy úgy van itt, hogy még nem kötöttél békét, nem kötött békét a mindenható Istennel, akkor csak tedd meg most, nagyon egyszerű. Ő kifizette mindannyiunk tartozását, a tiédet is, kifizette. Mindent rendbe hozott teljesen. Csak el kell fogadnod. Ez a hit. A hit az, hogy elhiszed azt, ami megtörtént. Hogy elfogadod az ajándékot, amit megkapsz. Csak mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Csak mondd, hogy köszönöm. Köszönöm. És örök életet van. Kérünk, hogy áld meg a konferencia hátralevő részét. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk Pásztor Schellerért, Pásztor Kendéért, minden pásztorért, aki szolgál, minden tanítóért, a gyülekezet minden tagjáért, aki keres téged, aki ismer téged, és aki visszatükröz téged. És ezek vagyunk mi. Ezek a gyümölcseink. Mi csak élünk, csak nézünk rád, és te gyümölcsöt teremsz rajtunk és bennünk. Csak hálásak vagyunk, és hordozzuk ezt a méltóságot hálával. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Oké. Köszönöm a figyelmeteket.